Vince Ágnes az egyetlen női induló volt a mai napon. Hogy értékelnéd ezt a fordulót? Nagyon jól mentem. Szerint számításaim szerint harmadik lettem az utcai kategóriába. A másik kategóriában nem tudom, nem néztük még. Mi női versenyző, ugye fiúkkal, az jól kijöttük a fiúpilótákkal? Jól, igen, jó az összhang. Amúgy is az amatőr versenyeken családias a hangulat, úgyhogy én nagyon jól érzem magam. És azt is élvezem, amikor a fiúk között fölállhatok a dobogóra. Ez nagy dicsőség, és a tavalyi évről is beszélhetném, mert hallottam, hogy ott elég szép eredményre értetek el. Ezt elmondanád? Hát az FRT.hu kupán megnyertem a női kategóriát, az teljes egészében, az egész évet. Jó sok ponttal, úgyhogy élveztem. És a következőkben hol fogunk téged látni legközelebb? Szintén az FRT-n fogok indulni, áprilisban indul a kupa sorozat, és azt szeretnénk végigmenni. Ezen kívül, ha lesz Visontán, vagy lesz itt esetleg, akkor itt mindenképpen. Rallysprint, vagy más előrelépés? Én nagyon szeretném, apát biztatom, hogy csövezzük be a kocsit, anélkül sajnos nem, de én szeretnék indulni rallysprinten, kipróbálnám. És a navigátor itt csak súly, vagy információk is ellát téged? Egy ilyen szalonversenyen? Mondja magáét, ami jó, végül is jó, de azt vettem észre, hogy FRT-n például, ha nem ő ül mellettem, akkor javítok az időn. Határ Attila, második helyzet, utcai kategória. Hogy indult a mai nap? Hogy értékelnéd? Hát a mai nap az számomra tökéletesen indult, mert tudtam egész nap azt produkálni, amit én elgondoltam a mai napra. Hát eredményen az látszik, amit én mára szerettem volna. Szerettem volna természetesen jobbat, de vannak ellenfelek, akik jobban mennek. Nekem ez így sikerült a mai nap. És az autósportban elég jó hangzik a rallysportban a határnév. Ez téged esetleg valamilyen szempontból inkább dopingol, vagy inkább hátrányt érzel ezzel kapcsolatban, hogy édesapád Határ István, ugye rengeteg versenyed, rengeteg más rallypilóta. Ennek a hatását ezt hogy érzed? Hát mindenféleképpen pozitív. Én ennek örülök, meg nekem ez jól esik, és sokkal jobb úgy mennem, hogy egy ilyen név van mögöttem. De viszont vannak elvárások, aminek meg kell felelni, vagy meg kéne felelni. Akkor van, amikor rosszul esik, de azt is megpróbál áthidalni. Tehát, hogy mindig az autósportban én úgy legyek számon véve, hogy én jó vagyok, meg hogy jó akarok menni. És 2010-re mi várható? Mit terveztetek? Hát készülő félben van egy versenyautó nekem is. Az még nem készült el, majd valószínű év közepére elkészül, de még addig nagyon sokat kell fejlődnem ezen a versenyen. Most kiderült, hogy sok van még hátra, amit meg kell tanulnom. Hogyha ezzel a kocsival megtanulok menni, utána megkapom azt, és akkor majd utána tovább fejlődünk. És édesapád egyben a mentorod is? Persze, nagyon sokat segít, elmondja mit, hogy kell, mindig megbeszéljük. Persze, amit elmond, azt megpróbálom felhasználni, meg teljesíteni úgy, hogy ő mondja, és akkor persze ezáltal mindig javulok. Meg kell még említenem Vince Mártont is, ő is nagy mentorom, sokat segít. És elgondolkoztál már azon esetleg, hogy mi lenne akkor, hogyha felépül neked az autó is, akkor esetleg két határ is indulna egy versenyen? Persze, hát szeretném minél előbb megverni. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm én is. Velence Jádom a mai nap abszolút győztese. Milyen volt ez a futam? Mondanál róla valamit, egy pár szót? Én azt mondhatom, hogy nagyon jól sikerült a futam, mivel sikerült megnyerni. Jól beállítottuk az autót, megfelelő gumikat találtunk erre a versenyre, és azt mondhatom, hogy én is jól mentem, mert minden körbe sikerült egy kicsit javítanom az idő eredményen. Kik voltak itt a várható ellenfelek, akikre számítottál, akikkel számoltatok? Akikkel számoltunk és tudtuk, hogy jönnek az Határ Attilaék, egy Jászberényi srác, egy kis Peugeot, aki az országoszlalomon szokott menni. Ott is elég jó eredményeket ér el, de sikerült őket megvárni. És azt köztudott, hogy az FRT kupa mondjuk, ami nem ide valós, hanem kiskolatszázi verseny, ott tavaly abszolút győztes lettél. Az idei tervek az micsodák? Hát az idei tervek az szeretnénk ezeket a kisebb versenyeket átugorni, és egy sprinteken indulni, rallysprinteken. Mondjuk kinéztem már a túrát, de természetesen ez attól függ, hogy sikerül majd olyan támogatókat találnunk, akik segítséggel létrejöhet ez. És a pályafutásod hány éves korodban kezdted? 13 éves koromban kezdtem egy Zsigulival, és onnantól kezdve már mindig arra gondoltam, hogy mikor lesz meg a jogosítványom, és most egy decemberben egy hónapja sikerült megszereznem.
Úgyhogy most már akkor lehet menni közúton is. Igen, most már mondjuk ez a kis hó jót is tett, bírtam egy pár kört menni így a városba. Van egy 4 kerekes Toyotánk, és azzal jókat mentem. És ott is így vezett a forgalomban is különben, mint a versenyeken? Nem, ott nem szabad azért figyelni kell a másokra is, nem szabad így menni. És az oktató, aki tanított, azt tudta, hogy te majdnem, hogy úgy mondanák profi autóversenyző vagy, rengeteg kupával, serleggel a hátad mögött is, még nem volt jogosítványod? Persze, tudta is, ismer már régebbről, meg járt is nézni versenyeket, amiken indultam. Úgyhogy tudta, hogy mivel foglalkozok így szabad időmben. És a csapatodat kihallgatják? Csapatom és legfőbb támogatom az édesapám és a családom. Mellette még vannak ilyen kisebb támogatóim, akik segítenek így a versenyekbe, adtak kisebb pénzeket, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy még szerezzünk ilyen támogatókat, hogy feljebb tudjunk lépni. Megkértük Ádámot, hogy azért a nézőknek is, akik annyira nem láttak még ilyen rally autót belülről, vagy nem értenek annyira hozzá, mutass már meg például, milyen biztonsági felszerelések vannak egy ilyen autóban, vagy mitől versenyautó egy versenyautó? Hát szerintem a legfontosabb az a bukócső, ami én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen egy versenyautóba. Ezen kívül még a kagylóülések, ami megtámasztják a derekadat, hogy ne bírjál csúszkálni. 4 pontos biztonsági öv, tűzoltó palack, és nagy vonalakban én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb kellékek a versenyautóban, hogy biztonság. Ezek az a feltételek, és mik például az extrák az autóban? Extrák, nekem mondjuk a versenykormány, rám van tervezve, hogy minél jobban bírjam csavargatni a kormányt. A hidraulikus kézifék, azt is úgy csináltuk meg, hogy minél jobban kézre essen. Ami még lehet, hogy másoknak nincsen a fékerőszabályzó, ami menet közben is tudom állítani vele a féket, hogy hogy fogjon. Meg a kapcsolók még, ami olyan más mondjuk, mint egy széria autóba. Rally híradó. A sebesség az ön otthonában, a Bátony Terenye TV-n. Rally híradó.